Az elátkozott Overtown híd, Skócia. Létezik egy hely, egész pontosan egy híd, ahol valamilyen rejtélyes oknál fogva minden kutya látszólag teljesen megbolondul, majd leveti magát onnan egyenesen a halálos mélységbe. Sokan próbálták már megfejteni a csak öngyilkos kutyák hídjának elkeresztelt Overtown híd titkát, s a jelenségre számtalan magyarázat született, de biztosan azonban máig nem lehet tudni. Vadabb elképzelések szerint valamiféle emberi fül számára nem érzékelhető dallam hatására ugranak a kutyák a mélybe. Hogy ez a hang honnan jön és pontosan micsoda, szintén csak találgatni lehet, de jó néhány teória akad rá. Vannak akik szerint a dallam a szellemek dallama, vagy egyfajta túlvilágról áradó ritmus, amely hívogatja az arra járó jószágokat, hogy lépjenek ki az élők világából. Mások arról vannak meggyőződve, hogy a hang nem túlvilági, hanem nagyon is valós, és egy közelben lévő gép adja ki magából. Ez szerint a gép olyan frekvencián bocsát ki hangokat, hogy az a kutyákat így módon az őrületbe kergeti. Ezzel az elmélettel azonban szintén van egy bökkenő. Bár dokumentált tény, hogy valóban képesek bizonyos frekvenciák, gépek megzavarni az állatok lelki nyugalmát, a hasonló öngyilkossággal végződő eseteknek sokkal gyakrabban kéne előfordulniuk máshol is. A mai napig nem lehet tudni, hogy miért történik ennyi furcsasága a híd környezetében, illetve a hídon.